számot írtam, ami olyan érzelmi töltődéssel van tele, amit mi talán ezek közül a helyzetek közül a legnehezebb volt féken tartani. A zenekarommal azért most már több mint 3 éve játszunk együtt. Olyan erőt adnak nekem, amikor talán a legfontosabb pillanatokat élem meg, ami nekem nagyon fontos. Nekem egy tök fontos, de egyébként is úgy adom elő először, hogy még nem voltam ezzel igazán színpadon. Teljesen mindegy kinek, ha két embernek, ha 300 000 embernek, ha egy embernek, mindig az, hogy átadjam azt, amiről énekelek, mert ez nagyon fontos. When you look into the world I see, you figure this can't be me. Nagyon szeretem ezt az akusztikus verziót. Örülök, hogy Fenyvesi Márton ezt ilyen szépen meghangszereltek. Ezt a dalt először játszottuk el így ebben a formájában. Tavaly is ugyanez a felállás volt, csak még kiegészültünk egy hegedűvel Baranyi Zolival. Most is sajnos nem tudott eljönni, de így hárman is nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és úgy érezzük már, hogy így össze vagyunk szokva. Ez az akusztik felállás már szerintem tényleg megére. Kicsit kiöregedett emberként érzem itt magam, de mindig szerintem sikerül fiatalosabb dalokat hozni, és mindig trendi dalokkal szoktunk indulni a dalban, főleg mostanság, és a Yes Yes is szerintem kezd nagyon-nagyon trendivé alakulni, és erre én büszke vagyok, mert tényleg az a célunk, hogy veteránként ugyan, de nagyon trendi dolgokat hozhassunk létre. Kicsit más fűszert kapott a dal azáltal, hogy egy cselló és egy hegedű is a zongora mellett megszólalt. Igazából mi nem akartunk plusz extra hangszert belerakni a zongorán és a gitáron kívül, mert azt éreztük, hogy sok lesz. De amikor megszólalt az úriemberek által a két hangszer, akkor úgy meggondoltuk magunkat, és ezt csodálatosan éreztük az egésznek a hangulatát, hogy más lett egy kicsit, de mégis megtartott azt az intimitását és törékenységét a dal. Kérdésedre válasz, ha elvesznél az ében, leszek én az a fény, a világító torony tetején, és haza talán illetnék a tász. Részemről például nagyon ritka, hogy koncerten egy ilyen hangszeren tudjak játszani, mint az a Yamaha zongora, úgyhogy egy hihetetlen nagy élmény volt. És ha vége, akkor vinnénk is. Hirtelen, ahogy megtudtuk ezt a dal történetet, én rájöttem, hogy nekem azonnal el kell mennem énektanárhoz, és sokan ajánlották a mellettem álló hölgyet, és Pákai Petra. És mindenképpen nem szoktam így hívni, mert ő nekem most az anyukám egy Mamma! Mamma! És aztán, ahogy próbáltuk a dalt együtt, és hallottam, hogy rábokálozik, így nem, tehát az járt csak a fejembe, hogy nincs kedved eljönni. Aztán ő meg nagyon szívesen elvállalta. Én nagyon tudok konferálni, de amikor megmondják, hogy konferáljak, akkor nem. Akkor nem mondj. Nem izgulom. Bevallom, tényleg izgultam, mert ez volt az első olyan premier, ahol nem állt le a zongora. Olyan más, hogy szól ma a rádió, nekem a filmekben mások az űrhajó, túl szépek a jelenet. Nekem ez nagyon durva, hogy 16 évesen ezt is átéltem, meg hogy kész van az első dalom, és az első dalommal álltok majd a színpadon. Csodálatos érzés. Ha messzire indultunk, te fél.